Szia! Anna Mé vagyok, csakra szakértő és a Karma Killer Joga megalkotója. És azért szólok most hozzád, mert nagyon fontos az, hogy tudatosítsd az erődet. És rögtön szeretnék eloszlatni egy félreértést. Ez a videó arról szól, hogy szeresd magad. Azért, mert sokszor rá szoktunk jönni arra, hogy nehéz reggel fölkelni, hogy motiválatlanok vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy az életünk nehézségeiben nem merünk beleállni, mint hogyha inkább meghátrálnánk. Sokszor úgy érezzük, hogy önbizalom hiányosok vagyunk. Olyan, mint hogyha az erőnkkel a kapcsolatunk nem lenne mindig tökéletes. És hidd el nekem, hogy ez rendben van. Hidd el nekem, hogy bárhol vagy most az életedben, a lehető legjobbat hozott ki magadból. Azért, mert ez nem fejben dől el, hogy hogy állsz az erődhöz, nem a gondolatok szintjén, nem agyalásból jön ez az erő. Ez az erő ott lakik a testünk középvonalában, a csakráink erejéről van szó, amik energiaközpontok. Rajtad áll, hogy ezt az energiát hogyan tudod használni. És konkrétan az erőhöz is tartozik egy energiaközpont, ezt pedig úgy hívják, hogy köldökcsakra. Azt a félreértést szeretném eloszlatni, hogy a csakrák azok elméleti, régi, filozófiai, kultúrtörténeti dolgok. Dehogy is. A csakrák csodálatos eszközt adnak ahhoz, hogy az életedet itt és most a lehető legboldogabban, legjobban, a legmagasabb energiaszinten éld. Hogy azokat a problémáidat, amiket fejben nem tudtál megoldani, azáltal, hogy állandóan futtatod őket negatív gondolati körökben, hogy ezeket a problémákat az életed területén, ezeket a kihívásokat újult erővel, frissen, egyszerűen megold. Ezekhez én mindig azt javaslom, hogy érdemes csakra specifikusan gyakorolni, azaz megtalálni azt az életterületet, amivel dolgoznod kell. Ezt általában az ember tudja, hogy mi az a terület, jelen esetben például az erő, az erőhöz való viszonyod. És ha ez megvan, akkor érdemes dolgozni nem fejben, nem gondolkozással, nem elméletben, nem filozófiával, hanem igenis gyakorlatban, egyszerű légzésekkel és mozgással, olyan gyakorlatokkal, amik kimondottan erre a területre hatnak. A recept nagyon egyszerű. Van 7 csakránk, és az életünk teljessége felosztható 7 életterületre. És amikor a csakráid jól működnek, akkor az életednek ezek a területei is jól működnek. Úgyhogy bármi is van jelenleg az életedben, az erővel kapcsolatban, az erőddel kapcsolatban, bárhogy is néz ki az életed ezen a területen, van egy jó hírem. Ha elkezdesz dolgozni a köldök csakrával, akkor visszanyered az erődet, rátalálsz az erődre, tudatosítod magadban az erődet. És egészen egyszerűen elkezd az életedre is kihatni ez, elkezd változni ez az életterület, mivel energiához jut. És ezt az energiát ott hordod magadban. Ez a tiéd, csak vissza kell nyerned. Úgyhogy azt szeretném kérni tőled, hogy ne vedd adottnak, hogy az erőddel kapcsolatban, az erőd megélésével kapcsolatban nehézségeid vannak, és ha ez így lenne, akkor pedig ne korhold magad miattuk. Azért, mert ez az állapot változtatható. Egy olyan eszközzel, ami a csakra specifikus gyakorlás. És hogy mit is jelent a köldökcsakra valójában? Hogy milyen életterület tartozik a köldökcsakrához? Ide tartozik a vitalitás. Ide tartozik a régi jogairatok szerint, ide tartozik az egészség. És ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen a jelenlegi orvostudomány is ezt látja. Mert ide tartozik a bélflóra, ide tartozik az immunrendszer, aminek a nagy része a bélben található. Ez a testünk középpontja tulajdonképpen energetikailag. Ide tartoznak még az emberi kapcsolataink is, mégpedig a köldök, mint egyfajta köldökzsinór összeköt minket másokkal. De az, hogy ez a kapcsolódás milyen jellegű, az arról szól, hogy a köldökcsakránk milyen állapotban van. Hogyha a köldökcsakránk alul működik, akkor jellemzőek lesznek ránk azok az emberi kapcsolatok, ahol a másik ember elnyom minket. Ha pedig túl működik, akkor túl fog tengeni az életünkben a düh, és az attól való félelem, hogy esetleg mások elnyomnak minket, és ezért már eleve agresszívan lépünk be egy helyzetbe. Ez egy állandó, serkentett, bekapcsolt, adrenalinnal fűtött állapot. Ha belegondolsz, egyik sem jó, mert ennek a csakrának van egy optimális működése. Amikor ez a csakra optimálisan működik, akkor az emberi kapcsolatainkban megélhetjük az egyenrangú, tiszteletet adó, kölcsönös, egymás segítő kapcsolódásokat. Úgyhogy ha ilyen kapcsolatokat, ilyen kapcsolódásokat keresel az életedben, és jelenleg ez még nincs meg, akkor érdemes dolgoznod ezzel a területtel. Ide tartozik még a motiváció. Az a belső tűz, ami előre viszi az embert.
ide tartozik az önérvényesítés, sőt, ide tartozik a karrier. A karrier az a hivatásunknak az a része, amiben a világban meg tudjuk élni a sikereinket, amivel előre tudunk jutni, amivel el tudjuk érni a terveinket, a céljainkat. Úgyhogy ha figyeled, akkor ez eléggé összetett, de mégis ugyanarra a tüzes minőségre vezet vissza, hogy van bennünk egy tűz, ami szeretne megnyilvánulni itt a világban, ami szeretné, hogy megnyíljanak előttünk azok az ajtók, ahol szeretnénk belépni, hogy elérjük a céljainkat, hogy motiváltak legyünk, hogy kiteljesedjünk. Úgyhogy ha te is vágysz erre az energiára, akkor találkozunk az élő kurzuson. És szeretnék neked mesélni még egy kicsit arról, hogy az én viszonyom milyen a köldökcsakrával, hogy honnan indultam, és milyen nehézségeket küzdöttem le, miközben kidolgoztam a Karma Killer Yoga módszerét. Ahogy beszéltem a köldökcsakráról, látszik, hogy ide tartoznak az egyenrangú kapcsolatok. Én nem egy ilyen helyzetbe születtem bele, hiszen a karmikus lenyomatok befolyásolják azt, hogy milyen családba születünk. A csakrák a karma tároló helyei. Úgyhogy attól függően, hogy mit hozunk magunkkal energetikailag, attól függően választunk magunknak családot. Nekem ez a terület nyilvánvalóan alul működött. Én egy bántalmazó családba születtem, egy súlyosan bántalmazó családba, és már eleve súlyos betegen. Úgyhogy ki is pipáltam tulajdonképpen a köldökcsakrának az egészséghez és az egyenrangú kapcsolatokhoz tartozó részét. És ráadásul én 74-ben születtem, és akkor az orvostudomány ott tartott, hogy bármilyen kis köhögésre vagy hőemelkedésre azonnal antibiotikumot írtak föl. Akkor még nem vizsgálták a bélflórát, nem tudták, hogy az antibiotikum erre károsan hat, és mivel már eleve súlyosan betegen születtem, és egyre betegebb lettem, nagyon sok antibiotikumot szedtem be. Nyilvánvalóan ez is pont ezt a területet támadja. Utána a vérzővastagbélgyulladásom lett, autoimmun betegségem, ami szintén az immunrendszert érinti, ami ehhez a területhez tartozik, és végül leálltak a veséim is. Emellett még számtalan más betegségem is volt, de a lényeg az szerintem ennyiből kiderül, hogy a köldökcsakra működése, az emésztés tüze, az egészség, a vitalitás, abban én nem voltam a topon. Egészen addig még végül kerekesszékbe kerültem, egy géptartott életben félig megvakultam, vagy hát szinte teljesen. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az az állapot, ami megmutatta azt, hogy nálam ez a belső erő hiányzik. Hiányzott ez a belső erő, ez a határok tisztelete a kapcsolataimból is. Egy bántalmazó házasságba menekültem a bántalmazó családomtól. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon-nagyon sok kihívást tartogatott számomra ez a csakra. De van egy jó hírem, hogy mindez visszafordítható, hogy megtaláltam azt a párkapcsolatot, amiben végtelenül boldog vagyok, azt az egyenrangú kapcsolódást. Megtaláltam ugyanezt a kollégáimmal is az életem minden területén. Megtaláltam azt az egészséget, amit már sokkal több, mint az, hogy a laborleleteim rendben vannak, és tökéletesen egészséges vagyok ezek szerint, hanem megtaláltam azt a tüzet, ami igazán segít kiteljesedni az életemben. Úgyhogy ezek a csakra gyakorlatok hatnak, és hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy ezt a földi kalandot itt átélhettem, és sikerült, hogy újjáalkossam tulajdonképpen ezt az energiaközpontot, hogy minden, ami gátolt ezen a területen, azt le tudjam tenni. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy egy pillanatig se gondolkozz tovább, találj rá te is a saját erődre, találd meg a kulcsot a köldökcsakrádhoz, és kezdj el dolgozni a gyakorlatainkat. Ha tetszett ez a videó, akkor tarts velem a következő videómban is, amiben arról beszélek, hogy miután tudatosítottad magadban az erődet, hogyan tudod megélni a teremtő erődet, hogyan tudod kiteljesíteni a lehetőségeidet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, Isten áldjon!